Na hát barátságos helyszínre tévedtünk a következő bolygón. Ismét ilyen erekje darabkát keresünk, és úgy látom, hogy az űrlények már megelőztek. És hát láthatóan ellenállásba ütköztek, de nem tartott sokáig az ellenállás. Aha, jó. Hát itt túl sok töltényt már nem fogunk fogyasztani. Szép a terep. Jó van. Hát akkor ezeket majd kilútolgatom. És egyébként... Igen, meg kell találnom. Hát akkor most már ez ilyen versenyfutás ezekkel a gyökérkékkel a... A darabkákért. Hát őszinte leszek, nem mondom azt, hogy szétcsap az izgalom ettől. Tehát egy picit azért kezd ez unalmas lenni, hogy 875. ilyen kis darabkát össze kell szedni. Ez azért jó lenne, ha valami véges számú lenne. Tehát mondjuk mit tudom, egy 10-et össze kellett volna szedni, vagy ilyesmi, de nem 123-at. Kicsit ilyen repetitívvé kezd válni a dolog. És akkor tudom, hogy mindjárt megtámadnak a ninják. Igen, most van az a mindjárt. Jó, a srácok, ne viccelődjünk. Én is így gondoltam. Pusztulj már el, te gyökér máda. Ja, hogy te... Ja, hogy újabbak és újabbak jönnek. Hát ezek hol voltak eddig? Hadonászol itt a kardoddal, te hülye. Tök jó, hogy ezeket nem lehet megölni. Tehát, hogy amikor meghaltok, akkor elteleportáltok. Rohadnátok szét. Hol van még a kilövöldöz? Ó, és ilyen kis dimenzióugrásod is van. Most várj egy picit, mert töltök. Hát, szórakozzatok már velem. Tögölj már meg. Igen, hol van még valaki? Még ott ninjáznak egy kicsit. Szóva. Jó van, hát ez egyre izgalmasabb. Egyébként nagyon izgulnék, csak már sokadik ilyen szitu. Jó van. Akkor ezek elvileg elpukkantak. Most már kapom a 870. Azt észrevettem, hogy ez mire jó. Már nem tudtam ez mire jó ám. Hol is volt? Itt vannak ugye ezek az erői. És itt gyűlnek ezek a kvantum eszenciák. És azzal lehet ezeket upgrade-elni valamilyen módon. Úgyhogy halomba kell ölni az űrlényeket, és akkor egyre erősebbek lesznek a powerek. Az a jó, hogy minél többet fedezek fel, annál több erőre mondja azt, hogy még hiányzik, mert most azt írta már, hogy 6 darab hiányzik. Úgyhogy volt olyan pillanat, amikor azt írta, hogy 2, akkor örültem egy kicsit, tehát valószínűleg mégiscsak az lesz, hogy az összes kis pötty egy erő, amit fel lehet oldani. Hát itt az szegény srácokat jó helybe hagyták. Azt mondjuk nem tudom, hogy a robot miért véres. Ezt egy picit így... Hát... Leszakadt szegény robotkar és vérzik a karja. Az összes robot véres. Ezek elvileg nem ilyen lépegetők, tehát ezekben elvileg nincsen személyzet, úgyhogy még csak az se lehet, hogy így szétkenték őket és annak logikája bele. No mindegy. Biztos bent is lesz még egy pár ilyen aranypofa. Azokat is lezúzzuk. Ja, ezt nem itt tudom kinyitni, ezt majd valami karral kell valahol kinyitni. Aztán ezt megkeresem. Why would anything go wrong? Shouldn't we... Would you shut up? Both of you nem te halucinálsz, hanem én. Mert hogy igen, ez teljesen olyan, mint a játék legeleje. Megint átjöttem egy ilyen dimenzió kapun. És igazából ez így az első perceket idézi, amikor ezekkel mászkáltam, és ugye az első ilyen látomásom megvolt az első ilyen darabkától. Hát ez most igen érdekes. Akkor azt végül is ott lehet, hogy nem sikerült kivenni, csak megérinteni?
össze-vissza halucinálok, komolyan mondom, hogy mi volt ez? Mi a fene ez? Ne erőködjetek már, tényleg. Jaj, de cuki vagy. Csak ennyi lőtök rá? Tök jó fejek vagytok. És most ott ledurrantottam kettőt, azt ki kéne lootolni, vagy mi? Ezeket nem szokás lootolni, ezek mindig eltűnnek. Mindenki, lövegtoronytól kezdve minden van itt. Most már nem nagyon szoktam visszaváltani az alap eredeti fegyveremre. Ahhoz itt már kicsit csúnyák a lények. Ú, de nagyon lelkesít mindenki. De olyan jó, hogy mindenki engem lő. Tehát ezek a robotok, ezek miért nem lövik az űrlényeket? Mi mindenki engem utál? Nem ártottam senkinek. Higgadjál már le. De ezek most mintha nem engem lőnének. Akkor lehet, hogy még nem kellett volna őket szétlőni. Valaki meg közben mögém került. Ez kicsoda. Na jó van, srácok. Fukkadjatok meg, ha ilyen gonoszok vagytok, és mindenki engem bánt. Miért van itt ennyi rohadt lövegtorony? Jó, hát megkeresem itt is a darabkát. Hát ez nagyon komoly, újra és újra ilyen átugrunk ilyen időalagutakon. Most már azt sejtem, lehet, hogy közeledik a vége. Ezzel is találkoztam korábban. Szerintem erről nem rögzítettem, de tök ugyanez megtörtént. Ezeket kb. Ki kellett írtanom. Ennél is volt a gyerekje. De most nem azért a 20-asért, ez már megvolt. Most tényleg lehet, hogy már hullámos vagyok, hogy csak déjà vu-m van. Igen, el kellett menni hátra, nem akarta odaadni, azt kinyírtam. Most, jaj, most egy kicsit gyorsabban megtörtént a probléma. Nem olyan 100%-os mértékben értem, hogy most mi történik. Remélem nem kell az összes létező ilyen erekje darabot még egyszer újra összeszednem. Hagyjam el az anomáliát. Aha, nem most már jó lenne, ha el tudnám hagyni az anomáliát, mert fejembe is lassan kezd egy kis anomália lenni. Nem tudom, minek lootolok egyébként. Hűha. Igen, tudom, ezt már hallottam, hogy találjam meg ezt a darabkát, de így nem tudom megtalálni, hogyha állandóan visszateleportálok már meglátogatott és megtörtént időkbe. Ugyanez volt a játék eleje, csak akkor épp nem vele haladtunk, hanem a másik két társal. Hát ez... szuper vicces. Most mi a szar van? Tényleg? Come on, Rook. Come on. Az ott én vagyok. You can make it. Barely stepped on the juryman's road with us. Can't see another soul off to the void so soon. Ilyen hippit. No. No. Hú, nagyon. I'll pour one out to the blackest sea for. Beszívtunk valami varázsgombát. Ez a jelenet, ez a Sarával volt, meg a cowboy-jal. Gyűha.
Ja, ugye... Ja, aha, értem. De itt nincs ilyen téridő paradoxon, hogy most egy helyen, egy időben én nem lehetek? Most ott vagyok halottan, meg itt élően, élő állapotban is. What the? Aztán kiderül, hogy ott vagyunk a főhadiszálláson, és egy félre sikerült éjszaka, és kicsit túl sok varázsgombát tettünk. Multiple universes? You're a visitor? Igen, pontosan. Not sure if you're just a reflection of a shattered brain, but okay. Na, azt kéne megpróbálni, hogy a karakteremet kilútolom. Az lenne a Luther Ninja csúcsa, hogy saját magamat lútolom. Nem tudom lútolni magam, de én elvileg így nézek ki, azt hiszem. Ez fantasztikus, egyre jobb a helyzet. Szét van bukkalva, az együnk keményen, tényleg. Na, ez lesz itt a final. Biztos nem. Hogy állunk küldetésileg? Van még egy csomó. Még itt várni kell 5 napot, hogy gyászoljunk, meg még további erőket kell keresni a Vladimirral. Úgyhogy ez itt még nem annyira lesz vége főcím. Meglátjuk. Néz ki a terep. Na, hát ezek most már azért... Ó, mi a szar ez? Ezeknek a klónjai? Ez jó. És ezek valaha véget fognak érni, vagy nem? Jó, de király! És kire kéne lőnöm? Nem, hát ezek nem érnek véget soha. Eléggé úgy nézem. Akkor el kell jutnom valahova, vagy mi a franc? Mi a feladat? Azt se tudom, melyik vesztem vagyok. Defeat. Már ne viccelj, már itt tartunk. Az a jó, hogy mindig mögöttem megjelenik egy. Jó lenne tudni, melyik az eredeti. Ha van egyáltalán eredeti. Mondjuk ennek egy kicsit combosabb az energiája, mint a többinek. Aha. Talán ez lesz a valid. Csak ez időszakosan megjelenik, aztán el is tűnik. Ó, a fitnessem, az fejlődött, az fontos. Jó kondiba legyek így a végére. Na. Ha nézzük, hogy mi a fene ez itt, nyomjunk egy kövérmentést. Ingom nincs, hogy én most jó-e, hogy itt vagyok. Ez lesz valami utolsó utáni. Na, most csak azért kábulok be, mert megint de rengeteg sok agyamban túl vagyok terhelve. Ez egész csini hely. Mit jelöl ki? Ja, kollégát. Na jó, haladjunk, majd feltöltődik az a nyavajás oxigén.
Igen, és most? Ó, hát gondoltam, hogy 48-an megtámadtak. Jaj, megint itt az a két kretén. Jó, öljük meg egymást. Úgyse tudlak megölni. Jaj, ez a két kretén. Ó, tök jó. Különböző felkiáltásokkal támadhatjuk meg őket. Két köcsög láda. Megkérje el elnézést, és úgyis egy rohadék vagy. Most mi van? Kitolnak engem innen, vagy mi? Mi a franc történik? De most komolyan mondom. Ja, végig kell harcolnunk az egész világegyetemet? Nagyszerű. Hát ez rohadt jó. Komolyan mondom. Ugye a stroke-ot kapok. Jó, könnyű őket bemérni, de rohangálnak, mint a mérgezett egér. Az se biztos, hogy jókra lövök. Gondolom ez itt ritkábban történne meg, ha kevesebbet sebeznék, de így, hogy körülbelül egy másodpercet töltök egy univerzumban, kicsit úgy érzem magam, mint a Galaxis őrzői nem tudom hanyadik részébe. Amikor mondták, hogy ez az ugrás, ez, vagy ez az út, ez 800 ugrás, és az emberi szervezet nem bírja ki, úgyhogy ugyan leszakad a fejem. A nemlősök szervezetét megviseli a több mint 50 egymást követő ugrás! Ezt én is tudom! Ez az út legalább 700 ugrás! Szerintem jó ötlet beállnom egy lövegtorony alá. Egy picit fullba toljuk a kretén srácok. Hát most komolyan mondom. Szétolvad az agyam, srácok. Ez egy picit elme baj, nem nagyon, picit. Hol ugrázni, dzsamókus? Tényleg ez beszorulta itt az épületbe, vagy mi? Most átlövök rajta, miért? Na, teleportáljak, már egyet olyan rég teleportáltam. Már legalább 15 másodperce nem lett lesokkolva az agyam. Most az bujkál. Mondjátok, hogy meghaltatok, biztos nem, azt nem hiszem el. Most még valami 87. szörnyűséges világon itt meg kell ölni. Az ki? Ez a társam? Ezt lehet, hogy nem kéne lelőni. Akkor mi van? Nem találkozunk többet. El se hiszem, hogy megdöglöttél végre. Wow! Hát kár, hogy én ezt nem szeretem, ezt a típusú fegyvert. Van nála is egy pár. Kis szaragyú. Ja, hogy párat már ők is megszereztek. Aha, így lesz teljes a kollekció. És ez is egy párat megszerzett. Azt a bides. Szarabb, mint az enyém. Ilyen elődöző, degagyi vagy.
Te ezért nem tudsz eltalálni. És most aztán beülünk a centrifugába, és kihányjuk a belünket. Na jó, hát szerintem nyomok egy mentést. Ilyenkor általában ki szokta jönni a játék, hogy innen tovább mész, akkor vagy olyan szakaszához értél el a játéknak, ami, mit tudom én, vissza nem fordítható. Jaj, levágja a fejem itt az utolsó pillanatban. Jó, de mondom, hát egy csomó mindent nem csináltam még meg, úgyhogy gondolom, addig ezt nem tudom befejezni. Mú, azt egy boci hagyta itt ezt a darabot. Rég kaptam stroke-ot. A 427. darabkát is megszereztük. 165. szint, 5000 XP. Tök jó. Na remélem most a végre tényleg kinyírtuk ezt a két degeneráltat. Na, meg kell építenem a... Meg kell építenem az űr kaput. Ó! Ó, ez olyan utolsó küldetés szagúnak tűnik. Igen, hát szerintem ezt már megépítettem, de a barátaimmal még szeretnék beszélni, mert hogy itt van nekünk ez a megemlékezés is. Illetve még a Vladimirral kell beszélnem erő megtalálások ügyében, úgyhogy szerintem ezeket még lenyomjuk.